A tavalyi évben két a magyarországi németek életét és jövőjét nagyban befolyásoló esemény is zajlott hazánkban. Az egyik az országgyűlési választás, a másik pedig a népszámlálás. Előző eredményeként ismét sikerült parlamenti mandátumot szerezni, a népszámlálás adatainak feldolgozása után pedig akár új kisebbségi önkormányzatok is létrejöhetnek. Folytatódik a 300 éves jubileumi ünnepség sorozat is. 2022-t és 23-at ugyanis a magyar országi németek betelepülésének emlékéveivé nyilvánították. Mindig is nehéz volt, hogy, hogy az előzetést, az elhurcolást meg tudjuk ünnepelni, egy adott naphoz tudjuk kötni, de a betelepítés igazából ez nem, nem volt ilyen adott időpont, és most 300 év elteltével akkor úgy alakult, hogy az 1722-23-as Pozsonyi Rendi Országgyűlés időpontja lesz az, ami a betelepítéshez köthető, és így akkor egy 300 éves jubileumot ünnepelnek most nagyon sok településen, meg mi az országos német önkormányzatban is. Az idei esztendő is bővelkedik majd országos és helyi kulturális programokban. 2023-ban Pécset rendezik a Magyarországi Német Önkormányzatok Napját is. Ami most tulajdonképpen egy nagy esemény ezen a gálán, hogy, a, hogy Németországban a kormányváltással együtt új parlamenti megbizott került kinevezésre a, a nemzetiségek számára, Natali Pavlik személyében, és őt meg tudtuk nyerni a gálára szónoknak, és ő lesz a vendégünk. A kulturális programok mellett a díjátadókra is sort kerítenek a gálán. Ahogyan minden évben, úgy ezúttal is kiosztják a Magyarországi Németségért aranydísztű kitüntetéseket, valamint a Koch -valéria díjakat. Míg az életműdíjat idén hárman a fiataloknak járó elismerést négyen kapják meg.